A Periféria Egyesület szociális dolgozói nap mint nap keresik a párbeszéd lehetőségét a súlyosan szociális válságba került utcán élő hajléktalanokkal, akiknek egy része még a segítséget sem akarja elfogadni, mondta el Szoboszlai Katalin. Az egyesület elnöke hozzátette, körülbelül 50 fővel dolgoznak évente rendszeresen. Ebből az 50-60 főből van 20-25, akik hát olyan fizikai és mentális állapotban vannak, hogy őket nagyon nehéz elmozdítani az utcáról, még akár egy éjszakára is az éjjeli menedékhelyre. És velük nagyon nehéz a szociális munkásoknak együtt dolgozni, mert hogy az együttműködésre hát nagyon kevéssé hajlandóak, akár elfogadni egy ruhacsomagot, tisztálkodási eszközöket vagy élelmiszert, az pedig, hogy intézmények felé mozdítsuk el őket, az pedig hát nem tud összejönni, azért mert hogy ők már annyira izolálódtak a közösségből, vagy így a helyi közösségből, hogy szinte csak magukban és magukra hagyatkozva élnek. Szoboszlai Katalin azt mondta, a legnehezebb eseteknek számító hajléktalanok esetében szükség volna olyan egészségügyi ellátásra, amely hosszabb távon tudná pszichiátriai vagy addiktológiai kezelésben tartani őket, de ehhez az is szükséges, hogy az érintett bajba jutottak is részt akarjanak venni ilyen típusú rehabilitáción. Az utcán élő hajléktalanok másik típusa az egyesület tapasztalatai szerint olyanokból áll, akik nem szeretnének közösségi szálláshelyekre bekerülni. Van, aki tényleg életformának tekinti az utcai hajléktalanságot, és nem szeretne közösségi szálláshelyen éjszakát eltölteni, mondjuk másik 20-25 ember társaságában egy szobában, és inkább vállalja az egyedüllétet, vagy a párjával való közös utcai hajléktalan életet, és keresnek, találnak maguknak olyan védett helyet, ahova éjszakára behúzódhatnak. És hát ugye, amikor jönnek a legkeményebb téli időszakok, amikor már -5 fok alá süllyed a hőmérséklet, na, akkor azért néhányuk meggyőzhető arról, hogy egy-egy éjszakára mégiscsak bemenjenek szálláshelyre, illetve a vörös kód idején pedig bentlakásos intézmények is fogadnak néhány hajléktalan embert. Szakemberek szerint a kihűlés nem csak a szabadban élőket veszélyezteti, de azokat is, akik tartósan 15 Celsius fok alatti lakásban élnek. Ez főleg az idősekre, betegekre, mozgásukban korlátozottakra jelent kiemelt kockázatot. Tévhit, hogy az alkohol segít kihűlés ellen, mivel az valójában csak az észlelt tüneteket csökkenti. A kihűlés folyamata során bágyadtság, álmosság, érzéki csalódások jelentkeznek, a keringési rendszer működése pedig nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén összeomlik. A KSH adatai szerint 2018-ban 259 ember halt meg kihűlés következtében Magyarországon. Amennyiben valaki kihűlésgyanús esettel találkozik, a 112-es hívószám riasztásával tud segíteni a bajba jutottakon, de a Periféria Egyesület is fogadja a hívásokat.